Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó mai híradónkban. Teljes körű felújításon fog keresztül menni a Városháza épülete. A munkálatok 1-2 héten belül elkezdődnek. Hamarosan újra használhatjuk a Szolnoki úti aluljárót. Március végétől egy sávban megnyílik az út a kocsik előtt. 4 kecskeméti részesült magas állami kitüntetésekben, a rangos elismeréseket Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, illetve Kásler Miklós miniszter adták át. Teljes körű felújításon megy keresztül a Városháza épülete, mely során a műemlékvédelem és a korszerűsítés is nagy hangsúlyt kap majd. A munkálatok 1-2 héten belül elkezdődnek. Kecskemét nem csak a szecessziójáról, hanem az eklektikájáról is híres, de nem az eklektikáról, amit itt látunk. Ezzel a szellemes megjegyzéssel érzékeltette Öveges László főépítész, hogy miért van szükség a Városháza épületének teljes körű felújítására. A munkálatok 1-2 héten belül elkezdődnek, és 22 hónapon keresztül fognak tartani, egy rövid időre a harangjáték is elhallgat majd. Cserébe azonban kívülbelül megújul az épület. A tetőcserepeket és a külső homlokzatot eredeti állapotba hozzák, lecserélik a nyílászárókat és a padlózatot, helyreállítják a belső tereket, restaurálják a dísztermet. A felújítás kiterjed majd az elavult elektromos hálózatra és a fűtéstechnikára is. Ezen felül a Városháza épülete mostantól akadálymentesített lesz, illetve beépítenek egy liftet is. Mivel az épület kiemelt műemlék, a felújítása bonyolult eljárást jelent, az örökségvédelmi hivatallal szoros együttműködésben lehet csak elvégezni. Minden porcikája az épületnek védett. Tehát a legkisebb beavatkozást is egyeztetni kell, tervezni kell, és közösen jóvá hagyni is szükséges. Így történt ez az egész épület vonatkozásában is. Sokkal bonyolultabb egy ilyen épület felújítása, mint hogyha egy egyszerű épület építéséről beszélnénk. Dr. Bényi Krisztina, a modern települések fejlesztésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a modern városok programból mintegy 100 milliárd forint jut összesen Kecskemétnek, melyből a Városháza felújítása várhatóan 5 milliárd forintot fog kitenni. Dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Ügyvezetője a Városháza történetéről számolt be. Az épületet a magyar szecesszió világhírű mestere, Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte, az alapkövet 1893-ban tették le. Szemereiné Pataki Klaudia pedig a sajtótájékoztatóra elhozta és felolvasta az alapkő emléklap szövegét is. Legyen ez az épület azon lángoló hazaszeretet további megnyilatkozásainak színhelye, mely úgy a mi szíveinkben, mint őseink kebelében is kiolthatatlan lángol a lobogot. A polgármester szerint a 126 éve megfogalmazott kívánalmak mára beteljesültek, hiszen minden kecskeméti szíve megdobban, hogyha elmegy a Városháza előtt. A szecessziós épület azonban nem csak kecskeméti, és nem csak magyarországi, hanem nemzetközi szempontból is kiemelkedő jelentőségű. A város főtere ugyanis jelenleg a világörökség listájának várományosa. Én azt gondolom, hogy azokkal a lépésekkel, amelyeket itt most a főtér felújítása kapcsán teszünk, és ennek a legemblematikusabb épületét sikerül befejezni és felújítani, akkor nem csak várományossá lesz már ezen a listán, hanem előbb-utóbb elérjük azt a célt, hogy a világörökség része legyen. És ez, én azt gondolom, a magyar nemzetünknek is, és legfőképpen Kecskemét lakosságának ez egy óriási büszkesége lesz. Hamarosan újra használhatjuk a Szolnoki úti aluljárót. Bár a támfalépítés még zajlik, március végétől egy sávban megnyílik az út a kocsik előtt a Hunyadi város felé. Jelenleg még csak a buszok járnak a Szolnoki úti aluljáron, várhatóan március végétől azonban már egy sávban váltakozó forgalom mellett minden jármű használhatja majd ezt az útvonalat. A Bemutcai körforgalom építésének munkálatai miatt november 19-én lezárt átkelőt eredetileg március közepén nyitották volna meg újra, de a támfalépítéssel csak a hónap végére készül el a kivitelező. Takács Valentina, a Városháza kommunikációs vezetője híradón kérdésére elmondta, egy ilyen több mint egy évig tartó 1,2 milliárdos nagyságrendű, rendkívül összetett műszaki beruházásnál ez a két hét nem jelent csúszást. Kérik a közlekedők további türelmét, valójában a munkálatok a megadott ütemterv szerint haladnak. Előre láthatóan március végéig tolódik ki az új támfal építése. Amint befejeződnek a munkálatok, egy sávon forgalomirányítás mellett használhatják majd a járművek az aluljárót.
4 kecskeméti polgár is részesült magas állami kitüntetésekben március 15-e alkalmából tegnap Budapesten. A rangos elismeréseket Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, illetve Kásler Miklós miniszter adták át. A Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át kedden Görbe László piarista atya, a kecskeméti Szentháromság plébánia plébánosa Semjén Zsolt miniszterelnök helyettestől. Kásler Miklós miniszter ugyancsak a lovakkereszt polgári fokozatát adta át 2 további kecskemétinek, Farkas Gábor Íbl Miklós díjas építészmérnöknek, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárának, illetve Magó Gábor Gyula nyugalmazott pedagógusnak, a Katolikus Diáksportért Alapítvány kuratóriumi elnökének. Körtvélyesi Zsolt Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész pedig Magyarország kiváló művészedíjban részesült. 1 millió forintot adományozott kulturális célokra a Messzi István sportcsarnoknak a zalaegerszegi székhelyű Genesis Events Kft. Szerda délelőtt. A rendezvény szervező cég 3 éve tart komoly érdeklődésnek örvendő programokat a sportcsarnokban. 1 millió forintot adományozott a Messzi István sportcsarnoknak egy zalaegerszegi székhelyű rendezvényszervező cég. A Genesis Events Kft. Már 3 éve tart rendezvényeket a kecskeméti sportcsarnokban. Jó kapcsolat alakult ki a két cég között, ezért döntött úgy Főr Gábor, a zalaegerszegiek ügyvezetője, hogy anyagilag támogatja a híres sport non-profit Kft.-t azért, hogy a jövőben is színvonalas kulturális események helyszíne lehessen a sportcsarnok. A pénzösszegről szóló óriás csekket Szenes Márton vette át ma délelőtt. A híres sport non-profit Kft. Ügyvezetője kiemelte, bár a sportesemények mindenkor előnyt élveznek a csarnok bármely más funkciójával szemben, örömmel adnak teret a szélesebb kecskeméti közönség kulturált szórakozásának is. Az eseményen Gál József alpolgármester azt mondta, a gazdaság közel 10 éve tapasztalható fellendülése a jövőben is folytatódik Kecskeméten. Ennek megfelelően éves szinten ezrekkel nő az itt élők, dolgozók és tanulók száma. Bár még csak az elmélet szintjén, de felmerült a gondolat, hogy létrehozzanak egy rendezvényteret, amely a kulturális eseményeket jobban kiszolgálja, és amely által a sporttal való esetleges ütközések kiküszöbölhetők lesznek. 12 Bács-Kiskun megyei diák vesz részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2-től csütörtökig tartó 12. Szakma Sztár Fesztiválon. A szakma kiváló tanulója verseny remek ajánló levél a tovább tanulás előtt álló fiataloknak. Ha nem is jutottunk volna tovább, jó megmérettetés lett volna a szakmunkás vizsgának a készülésére. Így vélekedik az idei szakma kiváló tanulója versenyről az egyik kecskeméti döntős Veszelovszki Tamás, aki ma teljesítette gyakorlati feladatát a Hungexpon 2 óta tartó szakmasztár fesztiválon. A megmérettetés lehetőséget ad a tapasztalat és gyakorlat szerzésre, de azért az első hely lenne az, ami igazán boldoggá tenni a fiatalt. Nekem azért fontos, hogy dobogós legyek, mert én járművérnöki BSC-re szeretnék tovább tanulni, és ez egy nagyon jó kiindulási alap a felvételi pontok gyűjtéséhez. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 12. szakmasztár fesztiválján Tamáson kívül 11 megyénkbeli fiatal verseng a dobogó legfelső fokáért. De a fesztivál nem csak a versenyzőknek fontos. Idén a területi kamarák lehetőséget kaptak, hogy általános és középiskolás diákokat is elhozzanak a rendezvényre. Bács-Kiskun megyéből 14 iskolából több mint 600 tanulót volt lehetőségünk elhozni erre a versenyre. A középiskolás tanulókat azért hozzuk el, hogy ők kapjanak egy kis inspirációt, hogy a következő években ők is részt tudjanak venni ezekben a versenyekben, egy kicsit motiváltabbak váljanak a tanulásban. Az általános iskolások számára pedig ez egy kiváló pályorientációs esemény. A versenyen 52 szakképesítés képviselteti magát. Kozmetikusokkal, fodrászokkal, festőkkel, mázolókkal és tapétázókkal, gépészekkel és asztalosokkal is találkozhatnak a közönségként érkező diákok. A szakmákhoz kapcsolódó legkorszerűbb technológiákat szimulációkon keresztül próbálhatják ki. Ha valaki el akar helyezkedni, és ő a szakma száról részt vett, ugye első, második, akár harmadik helyezett lett, ugye ez nagyon jó ajánló levél. A verseny idei mérlege összesen 229 hazai versenyző, 107 szakképzőintézményből, valamint 3 határon túli fiatal. A fesztiválról bővebben a csütörtöki gazdasági ablakban számolunk be. Megsérült az egyik kecskeméti Gripen vadászgép hétfőn a Bakonyi Harci Kiképzőközpontban.
Az 59-es Szent Györgyi Dezső repülőbázis vadászrepülőgépeinek tartottak éles lövészetet. Az eset után leállították a szakfelkészítés lövészeti részét. A gépekkel az eset kivizsgálásáig úgynevezett száraz begyakorlást végeznek, azaz a fegyvereket nem működtetik. Mint ahogy a híres.hu oldalon olvasható, a repülőgép fedélzeti gépágyús éles lövészet során a fegyverben úgynevezett csőrobbanás következett be, amelynek következtében feltehetően a szétrepülő szilánkoktól megsérült a vadászrepülőgép is. Az eset során személyi sérülésről nincs információnk, a repülőgép pedig sikeresen visszatért kecskeméti bázisára. A lapnak egy szemtanú elmondta, egy hatalmas lángcsóvát látott a repülőgép pilótafülkéjénél. A gép ezután még körözött egy kicsit a lőtér felett, majd visszatért Kecskemétre. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékeztek meg szerda délelőtt a Petőfi városban található Petőfi szobornál a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos tanulói. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korszakáról, illetve Kecskemét főbeseményeiről emlékeztek meg a Vásárhelyi Pál iskola tanulói. 1809-ből származik városunk bibliai eredetű jelmondata is. A diákok énekkel, verssel emlékeztek meg Petőfi Sándorról és a szabadságharcban részt vett hősökről, illetve felelevenítették Kecskemét jellegzetességeit és nagyjait. A rendezvényen részt vett Kósa József, Petőfi város felsőszéktó önkormányzati képviselője, Szalainé Mónus Ildikó, az iskola intézmény vezetője, Samu Péterné, a széktói nyugdíjas klub vezetője, a Petőfi szobor alkotója Pálfi Gusztáv és felesége, valamint beszédet mondott Császár Cirill, a Vásárhelyi iskola nyugalmazott igazgatója. Nem vitatható el Petőfieknek a nagysága. A márciusi ifjak valami fantasztikus módon ráéreztek, megérezték azt a pillanatot, hogy most valóban nem lehet megállni, valóban cselekedni kell. És az ő hitüknek, az ő lelkesedésüknek köszönhető az, hogy Magyarországnak a forradalom lángja nem csak annyi ideig égett, mint Európa legtöbb városában, hanem annál sokkal tovább. Császár Cirill beszédében külön kiemelte Pálfi Gusztáv szobrászművészt, kinek nevéhez Kecskeméten több műalkotás is köthető. Ilyen például a város főterén található 0 km kő, és természetesen a Petőfi szobor. Az esemény zárásaként koszorúkat helyeztek el a szobornál. Fejenként 2 év 6 hónap börtönbüntetést kapott az a két férfi, akik összejátszottak egy felszámoló biztossal. A csődhelyzetben eljáró hölgyet megvesztegették, őt 3 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték. Börtönbüntetésük mellett 3, illetve 4 évre a közügyektől is eltiltották őket. A két férfi egy fizetésképtelenné vált gazdasági társaság ügyével kereste fel a felszámoló biztost. Előadták, hogy a cég számláján található 13 ezer euró téves utalásból származik. Megkérték, hogy azt az összeget ne számítsák be a felszámolandó vagyonba. Ehhez iratokat hamisítottak, hogy megteremtsék a téves utalás látszatát. A felszámoló biztosnak 850 ezer forintot adtak, hogy a számlán lévő pénzt átutalja egy osztrák cégnek. A nő a pénzt elfogadta, az összeget pedig a kérésnek megfelelően visszajuttatta. A téves utalás hamis tényének elfogadásával a vagyont, ami a cég fennálló tartozását fedezte volna, elrejtette a felszámolás elől. Az első és másodrendű vádlottat csődbűncselekmény és társtettesként elkövetett vesztegetés büntettével, míg a felszámolásért felelős nőt a vesztegetés elfogadásával vádolták. A börtönbüntetés letöltésébe beszámítják az előzetes fogvatartás és a házi őrizetben letöltött időszakot is. Lecsapott a TEK. Több helyszínen, Kecskeméten és Budapesten egyszerre fogtak el korrupcióval gyanúsítható embereket a nyomozó ügyészek. A gyanú szerint egy 48 éves és egy 66 éves férfi 2017-2018-ban többféle kapcsolatra hivatkozva kért jogtalan előnyt, hogy azért cserébe elintézzenek valamilyen peres vagy közigazgatási ügyet, olvasható a híres.hu-n.
A két férfi magyar és más Európai Uniós tagállami állampolgárság megszerzését ígérte olyan külföldieknek, akik erre nem voltak jogosultak. A Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése és feljelentése alapján indult nyomozásban vesztegetés és befolyással üzérkedés merült fel. A nyomozó ügyészek, a terrorelhállítási központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai kedden Budapesten és Kecskeméten bizonyítékokat, okiratokat, informatikai eszközöket foglaltak le. Az ügyben 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük 2 szír állampolgárt. Játékos, zenés, éneklős feladatokon keresztül tanulják az angol nyelvet azok az elsős diákok, akik a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolába járnak. Tegnap és ma is nyílt napot tartottak az intézményben, ahol a szülők és a leendő elsősök különböző tanórákat tekinthettek meg. Ilyen interaktív módszerekkel tanítják angolul a gyerekeket a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola 2 tannyelvű képzésén. Tegnap és ma is nyílt napot tartottak az intézményben, így a szülők és a leendő elsősök beleláthattak abba, hogy hogyan is zajlanak a különböző tanórák. Ezen a képzésen a diákok az első 3 osztályban angolul tanulják a testnevelést, az énekzenét, a technikát, majd 4. osztályban a testnevelést felváltja a természetismeret. Felső tagozatban viszont már a biológia, a történelem és a civilizáció tárgyakat tanítják a célnyelven. A tantestületben lévő angol nyelvterületről származó anyanyelvi tanár kommunikációs órákat biztosít a fiataloknak. A képzésre jelentkezőknél az angol nyelvtudás nem előfeltétel, mindenkit ugyanazon a szinten kezdenek el oktatni a tanárok. Az iskolában lehetőség van emelt szintű angol szakra is jelentkezni, ahol a tantárgyakat magyarul, a célnyelvet azonban emelt óraszámban tanulják. Azok a gyerekek, akik nem érdekeltek a nyelvben, számítástechnika szakon kezdhetik el tanulmányaikat, ahol az információs és kommunikációs technológiai eszközök intenzív használatát alkalmazzák. Az intézmény vezetői az iskolai körzet határon belül és kívül élő diákok jelentkezését egyaránt várják a szeptemberben induló képzésekre. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Teljes körű felújításon fog keresztül menni a Városháza épülete, mely során a műemlékvédelem és a korszerűsítés is nagy hangsúlyt kap majd. A munkálatok 1-2 héten belül elkezdődnek. Hamarosan újra használhatjuk a Szolnoki úti aluljárót. Bár a támfalépítés még zajlik, március végétől egy sávban megnyílik az út a kocsik előtt a Hunyadi város felé. 4 kecskeméti részesült magas állami kitüntetésekben március 15-e alkalmából tegnap Budapesten. A rangos elismeréseket Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, illetve Kásler Miklós miniszter adták át. Megsérült az egyik kecskeméti Gripen hétfőn a Bakonyi Harci Kiképző Központban. Az 59. Szent Györgyi Dezső repülőbázis vadász repülőgépeinek tartottak éles lövészetet, amelyet az eset után leállítottak. A híres híreket látták, a Hírórát hamarosan a Kiemelő című magazin műsorunkkal folytatjuk. Vendégünk lesz dr. Salac László, Bács-Kiskun megye 1-es választókerületének országgyűlési képviselője. A stúdióba várjuk Farkas Gábor Ybl Miklós díjas építészmérnököt, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárát is. De megmutatjuk mai magazinunkban azt is, hogy milyen új jövevényekkel bővült a kecskeméti vadaskert családja, és körbevezetjük önöket Békis János magnó gyűjteményén is. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!
Csütörtökön erősen felhős lesz az ég, de az esernyőket még otthon hagyhatjuk. A szeles időben annyira meleg sem lesz. Reggel 2, délután 12 fokot mérhetünk majd. A hosszú hétvége első napján, nemzeti ünnepünkön, szinte egész nap esni fog az eső. A csapadék mellé élénk, időnként viharos szél is párosul majd. A hőmérő higanyszála nem fog túlzottan megemelkedni, a reggeli 3 fok után 11 fokig melegszik majd a levegő. Szombaton már jobb idő várható, csupán délelőtt számíthatunk esőre. És bár a szél élénk marad, a hőmérséklet emelkedni fog. Hajnalban 4, délután 16 fokot mérhetünk majd. Ötven évvel ezelőtt, 1969. március 13-án az Országos Oktatási Tanács főiskolává nyilvánította a kecskeméti felsőfokú gépipari és automatizálási technikumot. Az üzemmérnök képzés előkészületei hamarosan gőzerővel megindultak. Rövid idő múlva egy teljesen automatizált szerszámgép laboratóriummal bővült az oktatási intézmény, egy új automatizálási tankönyv is megjelent, még áprilisban a főiskola új kollégiummal is gazdagodott. Az új tanévre az ország számos településéről sokan, közel 200-an jelentkeztek. Szeptemberben a gyártástechnológia, az automatika és a műanyaggyártás szakokon, nappali és levelező tagozaton összesen 350 elsőéves hallgató kezdhette meg tanulmányát. A főiskolát hivatalosan 1969. szeptember 18-án avatták fel. Az ünnepéről tudósító napilap címe hamarosan valóra vált, a GANF, az automatizálás hazai fellegvára lett. Jó estét kívánok! Önök Kiemelő című magazin műsorunkat látják. Hamarosan vendégünk lesz dr. Salac László, Bács-Kiskun megye egyes választókerületének országgyűlési képviselője, akit azon alkalomból hívtunk meg a stúdiónkba, mert őt választották meg a Parlament Magyar-Argentin Baráti Csoport elnökévé. De várjuk ide hozzánk Farkas Gábor Ybl Miklós díjas építészmérnököt, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárát is, aki másik három kiváló kecskeméti mellett vehette át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Vele a munkásságáról és további terveiről is beszélgetünk majd. De megmutatjuk mai magazinunkban azt is, hogy milyen új jövevényekkel bővült a kecskeméti vadaskert családja, és körbevezetjük önöket Békés János magnó gyűjteményén is. Nem sokára azt is megláthatják, hogy a zenehallgatás különböző eszközei hogyan változtak az idők során. Kérem, tartsanak velünk! Salac Lászlót, Bács-Kiskun megye egyes választókerületének országgyűlési képviselőjét választották a Parlament Magyar-Argentin Baráti Csoport elnökévé. A képviselő megválasztása után március 5-én találkozott Argentina magyarországi nagykövetével, és itt is van velem a stúdióban Salac László, üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan jött a felkérés?
2014 óta, az első parlamenti ciklusom óta a Magyar Latin Baráti Tagozat tagja vagyok, és a 2018-as év hozta azt, hogy megválasztották az egyes országok, az egyes kiemelt országoknak a baráti csoportjait, és a Magyar-Argentin baráti csoport elnökévé választottak. Találkozott is Argentina magyarországi nagykövetével, és egy kötetlen beszélgetést folytattak most március elején. Miről esett szó? Ismertettük egyes az országaink gazdasági helyzetét, általános ismertetőt nyújtottunk egymásnak, és nagykövet úr beszámolt a személyes ambícióiról, a személyes hobbiairól, illetve arról, hogy milyen kapcsolat van Argentina és Magyarország között, milyen hasonlóság van a két ország között. Sőt, ez egy egészen új kezdeményezés is, hiszen a kormányváltás előtt nem volt lehetőség ilyenfajta nyitásra Argentinában. Igen, Argentinában 2016-ban bekövetkezett egy kormányváltás. Előtte teljesen bezárkózó volt Argentina gazdasága és a diplomáciai kapcsolatai is. Oroszországgal, Kubával, Iránnal tartották csak a kapcsolatot. 2016 után bekövetkezett egy nyitás, amikor is az Európai Unió Amerika irányába is nyitottak, és ennek a nyitásnak lett az egyik állomása a magyarországi nagykövetségnek a teljes értékűvé válása. Korábban csak ügyvivő nagykövetség volt Magyarországon, 2016-ban viszont már kinevezett nagykövet lett. Milyen együttműködés kerülhet szóba a két ország között? Az argentin nagykövet úr egy meglepő kijelentést tett, amivel teljesen meglepte a jelenlévőket. 2019-ben Argentínában Bíró László évet tartanak. Ez a Bíró László év első pillanatban nagyon meghökkentett bennünket, hogy egy magyar emberről egy egész évet be tudnak tölteni Argentínában, de mikor megtudtuk, hogy milyen munkássággal rendelkezik, akkor elismertük, hogy tényleg be lehet tölteni egy egész évet vele. Hát akkor mondjuk el, hogy mit érdemes tudunk Bíró Lászlóról. Bíró László találta fel a golyóstollat, illetve a golyós dezodort. Ez a kettő olyan találmánya, amely a legnagyobb népszerűségnek örvend, de emellett még másik 20 találmányát is ismerik a világon, melyek kisebb jelentőségűek. Bíró László Magyarországon született, 1938-ban a zsidó törvények elől ment ki külföldre. Párizsban találkozott egy argentin úriemberrel, aki felajánlotta neki, hogy a golyóstól találmányát tovább tökéletesítheti Argentínában. A nagykövetségen, az argentin nagykövetségen Párizsban tudta meg, hogy az ember, akivel találkozott, ez az argentin elnök maga, és az ő hívó szavára Argentínába ment. És ott tökéletesítette ezt a találmányát. Több országban azóta is a golyóstollat biropennek nevezik. Milyen események kísérik majd ezt az emlékévet? Az argentin nagykövet úr nagyon a szívén viseli Bíró László munkásságát, illetve hagyatékát, és ő lesz a motorja ennek a Bíró László emlékévnek itt Magyarországon. Ennek az emlékév keretében Tarlós István polgármesterrel Bíró László élő életben lévő lánya, a 83 éves hölgy fog egy Bíró Lászlóról elnevezett utcát átadni Budapesten. Emellett még a Bíró László díj, amelyet a nagykövet úr alapított, annak az átadása fog következni, és lesz egy nagyszabású golyóstól kiállítás, amely nemzetközi hírű. Ez az ország, ahogy hallhattuk 2016 előtt, igencsak elszigetelt volt. Önnek mi volt a benyomása, milyen mentalitással rendelkeznek, és mennyire igazodik ez mondjuk a magyar mentalitáshoz? Nagykövet úr egy érdekes kijelentést tett, azt mondta, hogy a magyar mentalitás az valahol az argentin és a német mentalitást ötvözi, de én hozzátenném, hogy nagyon hasonlóak vagyunk mi az argentinokkal egyébként, mert ott is keverednek a különböző népcsoportok, és a racionalitás, de ugyanakkor ez a latinos temperamentum mind a kettő jellemzi őket. Hol található a nagykövetség? A nagykövetség most már az Andrássy úton található, korábban még az elszigetelt 2016 előtti időszakban Budán volt egy eldugott kis utcában, de Gregorio Cernadas nagykövet úr a nagykövetséget a
az Andrássy útra hozta, és ahogy ő fogalmazott, hogy az argentin zászlót látva egészen más az argentin jelenlét a Budapesten, mint eddig volt. Milyen lehetőségeket látnak még az együttműködés során? A kultúrában mindenféleképp egy komoly, elmélyült kapcsolat fog kialakulni, illetve már most kialakulóban van. A világhírű José Cura operaénekes, argentin operaénekes egy 3 éves szerződést kötött a Magyar Rádióval. Emellett még a lítium alapú energia nyerésben van egy olyan technológia, amiben a magyar és az argentin kapcsolatok elmélyülhetnek. Emellett felfelé ívelőben van a magyar-argentin gazdasági kapcsolat, hiszen a harmadik legjelentősebb gazdasági kapcsolattal rendelkezik az argentin-magyar viszonylat. Brazília és Mexikó előzi ezt meg Magyarország szempontjából. Sőt, az argentin parlamentben is megalakult a magyar tagozat vagy csoport. Hogyan vélekednek Magyarországról? Magyarországot elismerik, és mindig azt mondják, hogy hasonlóan viharos történelmi évszázadok állnak mögöttünk, mint az argentinok mögött, és próbálnak nyitni mindenfelé, és Magyarország egy nagyon jó kapocs ahhoz, hogy az Európai Unióban is gyökeret tudjanak verni. Önnek mi lesz a feladata az együttműködés során? Még a feladatom pontosan nem körvonalazódott, mert ahogy említettem, 2018-ban alakult meg ez a baráti tagozat 2018. októberében. Egyelőre a nagykövet úrral való szoros kapcsolattartás, és aztán majd kikristályosodik, hogy mi lesz pontosan a feladatom. Nagykövet úr jelezte, hogy nagyon szívesen jönnek Kecskemétre megnézni a Mercedes gyárat. Mondtam, hogy nagyon szívesen látjuk ebben a városban, hiszen Kecskemét vendégszeretete messzeföldön híres. Argentínának vannak problémás pontjai, akár a politikát, akár a gazdaságot tekintve. Hogyan tud Magyarország ebben segíteni? Magyarország szerintem egyfajta mintát tud adni Argentínának abban, hogy hogy lehet a gazdaságot stabilizálni, hogy lehet a bevándorlási helyzetet úgy kezelni, hogy az ne okozzon fennakadást a gazdaságba és a politikába és az emberek mindennapjaiba. Köszönöm szépen, gratulálunk még egyszer ehhez a címhez, és sok sikert kívánok a közös munkához is. Megtekintettük stábunkkal egy különleges gyűjteményt a Kandó Kálmán szakgimnázium és szakközépiskolában. A kiállításon a 70-es évek magnóit láthattuk, amik akkoriban igazi különlegességnek számítottak. Szerda délelőtt azt a magnó gyűjteményt tekinthettük meg stábunkkal, ami nem csak a Kandó Kálmán iskolának, de Kecskemétnek is kivételes. Ezt a különleges kiállítást Békis Jánosnak köszönheti az iskola és a város is. Ősz folyamán volt egy kiállítás Kecskeméten, Szerandalunk öröksége címmel, amin szintén részt vettem, és ott találkoztam Horváth Zoltánnal, akivel megbeszéltük, hogy ezt a kiállítást idén létrehozzuk, mivel 50 éves az iskola. A BRG-nél én is 50 évre kezdtem, 1969-ben, a története viszont 1961-ben kezdődik. 61-ben kezdtük meg Kecskeméten a magnó gyártást, elsősorban a mambó gyártását, utána pedig folyamatosan többfajta terméket állítottunk elő. A Kandó Kálmán iskola ebben az évben ünnepli az 50. évfordulóját, ezért számtalan eseménnyel készülnek a diákoknak. Az igazgató helyettes mesélt a kiállítás fontosságáról. A gyerekek érdeklődve tekintik meg a kiállítást, hiszen az iskola múltja természetesen érdekli őket, és különösen az olyan jellegű kiállítás, amely technikatörténet és a szakmájukhoz is kapcsolódik, hiszen a Kandó például, úgy is maradjunk az elektronikánál, az elektronika az egy hagyományos kandós képzés volt mindig is. Egyrészt azért szeretnénk, hogy ne vesszen el a múltunk. A diákok érzékeik azt, hogy egy nagymúltú szakképző iskolában vannak, és szeretnénk ezt értékmentő tevékenységnek is fölfogni, és én azt gondolom, hogy amit itt éppen most aktuálisan látunk, az egy értékmentés.
A tanulók számára nagyon különleges ez a kiállítás, ugyanis olyan régi tárgyakat láthatnak, amit a mai időkben már felváltottak a modern eszközök. Véleményem szerint ahhoz, hogy a szakmánkban, ami jelenleg nekem ugye az elektronika, a lehető legjobb legyek, meg kell ismernem annak múltját, és ezáltal betekintést nyerek a logikájába. Ebben segítenek a kiállított tárgyak, eszközök, aminek elektronikájának megismerésével ténylegesen megérthetjük a múltat, és ezáltal a fejlődését is. Bár a mai fiataloknak egyértelműek azok a készülékek, amikkel zenét tudnak hallgatni, de régen nem így volt. Akkoriban nehezen lehetett hozzájutni ezekhez a magnókhoz. Azt lehet mondani, hogy nem volt légszükségleti cikk, nehezen lehetett hozzájutni, drága volt, azt lehet mondani, pláne a sztereomagnók, de utána eszköz használati cikk lett, és nagyon sok helyen használták. Szerintem újra egy, ugyanúgy, mint a lemez, ugye visszajön a régi bakelit lemez, ugyanúgy szerintem fel fog éledni a gyártás is, vagyis a magnó maga. Nem is gondolnánk, hogy milyen nehéz ezeket az eszközöket beszerezni. Békis János már évek óta gyűjti a magnókat, prospektusokat, magazinokat, különféle helyekről és emberektől. Ismerősöktől megvan Budapesten egy gyűjtő ismerősöm, akinek azt lehet mondani több 100 darab és különféle mechanikája, magnója van, készüléke, de leginkább BRG gyűjtése foglalkozik. BRG múzeum is van, azokkal is néha tartom a kapcsolatot. Ezeket még, hogy mondjam, most inkább már lecsengett a gyűjtés, de ezt az anyagot egy ládányit tavaly összekaptam, és annak egy része itt található. Tehát az 1 millió mechanika, prospektusok, de még lesznek kiállítva prospektusok, meg újságcikkek. Több darab van még otthon, még ezt folytatni fogjuk, tehát még két tárló kiállítás lesz majd. Négy kecskeméti kiválóság és kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünk alkalmából a Várkert bazárban. Magyar Érdemrend Lovakkereszt polgári tagozat elismerést vehetett át Kásler Miklóstól, Farkas Gábor Ybl Miklós díjas építészmérnök, Magó Gábor Gyula pedagógus és Körtvélyesi Zsolt színművész. És a stúdiónkban köszönhetjük Farkas Gábort, üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Kecskemét város építészeti hagyományainak és a társművészeti ágak értékeinek korszerű ötvözésére épülő iskolateremtő szakmai és oktatói munkája elismeréseként kapta ezt a díjat, legalábbis az oklevélen ez olvasható. De az ön számára mit jelent ez az elismerés? Hát nagyon örülök, hogy elhangzott ez az indoklás, annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy ez a siker, ez nem csak nekem szól. Örülök, hogy benne van Kecskemét városa, és benne van, gondolom, összességében az a tény is, hogy ezeket a munkák, vagyis azokat a munkákat, amelyeket én az elmúlt 50 évben itt Kecskeméten próbáltam tervezni vagy alkotni, hogy ez mindig egy csapatmunka volt, tehát nagyon sok építész vett ebben részt, és hát, hogy ez értékelve van, mert ugye, ha a várostól vagy a beruházóktól nem kaptunk volna olyan megbízásokat, amelyek során be tudtuk volna bizonyítani, hogy gazdagítani tudjuk a várost, akkor ez nem valósult volna meg. És hát a kollégák is, akik ebbe besegítettek, hát úgy gondolom, hogy oroszlán részt vállaltak abban, hogy ez a kitüntetés megszülethetett. Ha elindulunk Kecskemét utcáin, számos gyönyörű épület az ön fantáziáját, kezemunkáját dicséri, sőt, hát maga a főtér is több mint 30 éve az ön gondozásában épül-szépül, de mégis melyik alkotása a legkedvesebb az ön számára? Hát ezt már sokszor föltették nekem ezt a kérdést, és akkor mindig azt szoktam rá válaszolni, hogy amikor megkérdezik, hogy melyik gyermekét vagy unokáját szereti valaki, akkor ugye nem tud megjelölni egyet sem. Hát én, hogyha egy szegment meg lehet jelölni, akkor azt mondanám, hogy mindig a kecskeméti munkák álltak hozzám közelebb. Azért, mert, hogy mondjam,
racionális tevékenység mellett, tehát amikor az ember alkot, hogy egyrészt rációból, meg emocionális töltetből áll egy tervezési munka, hogy itt sokkal több emocionális töltet volt, és hát ez mindig nagy öröm számomra, amikor akármerre sétálok a városban, és találkozom egy-egy olyan épületen, amelyik jobban sikerült, akkor hát ez nagy örömet okoz. Munkáját számos elismeréssel és kitüntetéssel díjazták. Melyik az ön számára a legszívhez közelebbi? Hát gondolom, hogy mindig talán lehet, hogy a legutolsó, de én ezeket az elismeréseket én mindig úgy értékelem, hogy ez valamilyen módon egy visszajelzés arra, hogy az az út, amelyen én elindultam és most járok, hogy ez az út, ez nem egy rossz és rázó, zötyögős út, hát munkában, meg sok minden másban igen, de úgy gondolom, hogy ez a visszajelzés, ez hozzásegíti az embert ahhoz, hogy újult erővel egy-egy ilyen esemény után ismét belevágjon a következő munkába, és próbáljon olyan, hogy mondjam, épületet vagy alkotást létrehozni, amely a várost valamilyen módon szépíteni tudja. És ez az erő megvan, hiszen ön aktív van, dolgozik, és 50 évnyi munka van a háta mögött, ahogy az előbb hallhattuk. Mi az, ami a mindennapokban önt újra és újra alkotásra sarkalja? Hát egyrészt nyilvánvaló, hogy a szép megbízások, mert ha vannak szép megbízások, amelyet az ember úgy fogja föl, hogy hú, ez igen, itt ismételten lehet bizonyítani, vagy pedig egy olyan produkciót létrehozni, mint ahogy az előbb is említettem, hogy ez majd a városban megjelenik hosszú ideig, mondjuk lehet, hogy 100 évig is. És hát ez amellett, hogy az embert ez sarkalja, inspirálja, ugyanakkor egy nagy felelősség és teher is van az emberen, hogy hát azért egy olyan dolgot teszünk, ami sokáig itt lesz, és hát annak illeszkedni kell a városhoz, illeszkedni kell a város hangulatához, ugyanakkor maiságot is tükröznie kell, és ezeket a különböző tényezőket összefésülni úgy, hogy az ember végül is megelégedettséggel gondoljon vissza majd a munkára, hát az nagyon nehéz. Ráadásul azért is, mert ugye nyilván, hogy nem tetszhet mindenkinek, de azért ilyenkor jó érzés az, hogy amikor visszajelzések vannak, hogy hát lehet, hogy a többségnek az, mit tudom én, kedvére való vagy tetszik. És jelenleg mi dolgozik? Hát jelenleg két építész kollégámmal, Boros Pállal és Vas Tibor kollégával a megyei kórháznak két új épületszárnyát tervezzük. Ezek földszintus kétemeletes szárnyak, egy hosszú folyosóra vannak fölfűzve, ha valaki a kórházban ismeri a járást, akkor tudja, hogy ezek hol helyezkednek el. És hát pillanatnyilag éppen a hajrában vagyunk, hogy március végén kell a kiviteli tervdokumentációkat leszállítani, és hát ez a hátralévő 2-3 hét, ez egy nagyon feszített munka lesz. Akkor további sok sikert kívánok Köszönöm a munkájához, szépen. És gratulálok Köszönöm a kitüntetéshez. Ma is születtek kiskecskék a kecskeméti vadaskertben, a struccok násztáncukat járják, és az igazán szemfülesek egy kis kengurút is láthatnak kikandikálni anyja erszényéből. Beköszöntött a tavasz, amit az állatkert lakói is éreznek. Stábunk érkezésekor 9 kiskecske várta a vadaskert látogatóit Kecskeméten. A gondozók egy negyed óra múlva egy új örömhírrel lettek meg minket. Két újabb pici született reggel 9-kor. A tavasz nem csak a növényeknek a megújulását hozza, hanem nálunk is nagy örömünkre az állatoknak a szaporodását is. Úgyhogy a vadaskertben is többféle állatcsoport kis egyedei láthatók mostantól. A legnagyobb létszámban a kameruni kecskéknél. Ott szinte azt lehet mondani, hogy minden nap születnek új jövevények. Vannak hármasikrek, kettesikrek van egyedüli jövevény. Az elmúlt napokban összesen már 11 új kisgida született, és hál' Istennek nagyon szépek, életerősek, vidámok, és már a kiskecskéknek az igazi mentalitásával ugrándoznak, játszanak mindenki legnagyobb örömére.
A kecskék karámjához közel van a kenguruk kifutója, ide is érdemes elnézni. Itt újabb meglepetést rejt az erszény, a félénk kis kenguru még óvatosan bújik elő, de egyre többet lehet látni. Az indiai antilopokhoz is megérkezett a gólya, de van egyéb ketrec is, ahol a vidám állatok szaporodnak, mint a nyulak. De még a struccok is násztáncukat járják. A sok bébi és az állatok tavaszi viselkedése új kihívásokat is hoz. Egyrészt nyilván a szaporulatra is oda kell figyelni, sokkal nagyobb odafigyelést kell az anya, a kis jövevények szempontjából is, de maga az eltartás, a takarmányozás szempontjából, hiszen a téli időszakban ott sokkal energiadúsabb, táplálóbb ételeket kell nekik odaadnunk, takarmányokat. Ilyenkor már figyelni arra, hogy az átállási időszakban még megkapják azokat a vitaminokat, de azért a túlzott energiadús bevitel az visszájára is fordulhat, tehát ilyenkor sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek ezek az állatok. Ha természetben járunk, mondjuk nem csak itt a vadaskertben, akkor mi az, amire érdemes talán figyelnünk? Van olyan kuriózum, ami most így hirtelen az eszébe jut? Talán inkább a figyelmeztetésként, hogy ilyenkor szoktak, tehát nem csak nálunk jönnek a kis állatok, hanem a szabad természetben. Ilyenkor szokott megszaporodni például a behozott kis őzgidáknak a száma, és mindig föl szoktuk hívni a figyelmet arra, hogy ne nyúljanak hozzá. A kis magára maradt őzgida nem azért van, mert elhagyta az anyja, hanem azért, mert éppen táplálékot keres, viszont hogyha megfogják, akkor utána már nem tudja, nem fogadja vissza. Ezért inkább kellő távolságból figyeljék ezeket a kis állatokat, ne menjenek a közelbe. Én azt gondolom, hogy maga a látvány is elég ahhoz, hogy lássuk a természetnek ezek a kis apró csodáit. A vadaskertben akár egészen közelről megismerhetik a gyerekek az élő lényeket. Kíváncsiak voltunk, ők mely állatokat szeretik meglátogatni. Anyaszikát, és ezért mert cukik. Nekem eddig a láma volt. És miért pont a láma? Mert tud kötni. A cukiság versenyt ma is Hógolyó, a sarkiróka nyerte, aki legszebb bundájában napozhatott. De hamarosan még több érdekesség vár a látogatókra, hiszen már építik a Kecskeméten még új jövevénynek számító amerikai borzok kifutóját is. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket, ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm, Ön a Siesta legújabb adását látja. Itt van a tavasz, mindenki szeret a természetben mozogni, és valami pluszt, valami újat, valami extrát felfedezni, hogy milyen lehetőségeket fedezhetünk fel magunkban, és mondjuk hogyan ugrálhatunk úgy a saját életünkön belül, akár életkorban is, hogy az ne csak nekünk, hanem más generációknak is jó legyen. Erre most egy nagyon jó példát és egy nagyon jó ajánlatot hozunk Önnek mai műsorunkban. Egyre több program várja az időseket a tavasz megérkeztével a híres városban. A Kecskeméti Cédrusnethez egyre többen csatlakoznak ötleteikkel, így márciusban és áprilisban is tud majd a program aktív kikapcsolódást kínálni. Április 8-án egy tematikus beszélgetést szerveznek az aktivisták, melynek témáit ma rendezték csokorba az ifjúsági otthon pincéjében. Ha azt mondom, hogy generációs híd, akkor egyre többet beszélünk arról a fajta kommunikációról, ami mondjuk az idősek és a fiatalok, vagy fiatalabb korosztályok között létre kell, hogy jöjjön. De hogy a legkönnyebb ezt megfogni? Hogy a legkönnyebb ezt támogatni, akár egy rendezvény tükrében is? Kettészedni, mert szerintem a hétköznapokban úgy a legkönnyebb, hogy kinézed azt a szomszédodat, vagy közeledben levő más korosztályút, akinek a nevét se tudod, nem szoktál neki köszönni, és elkezdesz neki köszönni, majd egy idő után meg lesz a neve is, aztán utána egyéb élettörténetek is kiderülhetnek. Más, ami kapcsán beszélgetünk, abban meg az, hogy például Kecskeméten a Cédrusnetnek van egy kezdeményezése, ami azt mondja, hogy hozzon össze generációkat,
És elindult egy gondolkodás egy innovációs kör nevű csapatával, ahol a generációk közötti párbeszéd megteremtése bekerült témának, és ahol vagyunk most az ifjúsági közösségi tér, itt a 10 percben, itt pedig van egy nyitott fiatal csapat, aki azt mondja, hogy teremtsünk alkalmat tematikusan arra, hogy két generáció találkozzon, ez a 15-től mondjuk 25 éves korosztály és az 50 fölötti idősödő generáció. Milyen alkalmat sikerül teremteni, mikor jöhetnek ide elsőként a fiatalok, idősek közösen? Ma pont azt terveztük, hogy az első ilyen közös programunk az április 8-án lesz, ahol egy tematikus beszélgetésbe vehetnek részt, aminek számunkra az a kihívása, hogy a két generáció átnézzen a híd fölött, vagy rámerjen lépni a hídra egy picit, ha fogalmazhatok így. A híd alatt a krokodilok vannak, akik a sztereotípiák egymásról, hogy jaj, milyenek ezek a fiatalok, jaj, milyenek az idősek, én ezekkel nem mindig értek egyet, ezért se sorolok, de hogy ezek mögé nézzük meg, hogy milyen életek, emberek vannak, és mondjuk mit tanulhat a két generáció egymástól. Kinek az ötlete volt, hogy létrejöjjön ez a beszélgetés így ilyen formában? A fiatalok kezdeményezték, az idősek, vagy mondjuk te találtad ki? Folyamat volt. Tavaly ősszel volt az, hogy a személy szerint így bekerültem a Cédrusnek csapatába, hogy segítsek azoknak a beszélgetéseknek a vezetésébe, amit az Innokör teremtett meg magának az elmúlt évben. És itt merült föl, az ő kérdésük volt ez a generációk közötti párbeszéd miensége, és hogy ez rejt problémákat. Mind a két oldalról van kihívása ennek. Oda csaltunk el ezekre az alkalmakra fiatalokat, és ez a közös gondolkodás nőtt odáig, hogy ez egy csapatmunka volt, hogy fiatalok és idősek együtt mondták azt, hogy igen, kell ezzel foglalkozni. Ifjúság szervezésben már van jelentős tapasztalatod. Szerinted egy ilyen alkalom, egy ilyen beszélgetés mire teremt lehetőséget? Egyáltalán milyen kapcsolatok alakulhatnak ki, és mondjuk milyen témákat lesz idővel beszélni? Én azt látom, hogy nagyon sokszor ebből, aki akar, vagy kellőképp nyitott, ez nagyon sok személyes szállat tud utána tovább vinni. Tehát, hogy ami túlmutat ezen a pár órán, amíg találkozunk, ebben lehet a másikra ilyentől élményt, impulzust kapni, új információt a másikról. Témakörök sok van, de hogy nagyon izgalmas és érdekel minket az, hogy melyik korosztály hogyan tud elköteleződni, hogyan tud figyelni a másikra, akár az is, hogy hogyan lépi túl a kialakult sztereotípiákat, milyen tapasztalatok azok, amiket ma egy idős, a meglevő tudásával, de látva a mai lehetőségeket, mit mondaná egy fiatalnak, hogyan induljon el. Nagyon izgalmas szerintem ezt fordítva is föltenni, hogy egy mai fiatal a mai lehetőségekkel mit mondana a nagyszüleinek, hogy mit csináljanak és hogy. És ezek hoznak majd szerintem egy csomó olyan kérdést, amire mi nem tudunk fölkészülni, de nagyjából ez egy jó csomag, vagy induló csomag. Barátságok kötetnek majd? Most tudom, hogy ez kicsit ilyen üveggömbenézés és találgatás, de mire számítatok? Ez szerintem lehet az a nem várt hozadék, vagy az a plusz, a küldetés inkább az, hogy jó volna, hogyha születnének barátságok, vagy visszatérve a korábbi példámhoz, amit mondtam az elején, a személyest, hogy milyen az, amikor elkezdesz köszönni a szomszédnak, aztán egy idő után beszélgetsz vele, aztán lehet, hogy egy idő után, nem tudom, süti receptet, vagy sütit is cseréltek. Én azt gondolom, hogy ezek ilyen tök természetes barátságok. Ilyen szerintem alakulhat ki idős és fiatal között is, és tök jó volna, hogyha ebből a rendezvény sorozatból, vagy próbálkozásból alakulnának ki ilyenek is. Akkor mondjuk el, hogy mi az első alkalom, és hogy hova jöjjenek, akik érdeklődnek. Április 8-a lesz, délutáni idősávban. A tervezett helyszín a Híres Agóra ifjúsági otthonának pincéjébe levő 10 perc köztér, és az alkalmat így közösen a 10 perc és a Cédrusnet szervezi az Innokörével együtt.
Fontos a lelki töltekezés, és fontos, hogy tanuljunk egymástól, meg figyeljünk a környezetünkre. Jövő héten is erről szól majd a Siesta itt a Kecskeméti Televízióban. És persze egy jó kis programtipp. A múlt héten a hölgyekhez szóltunk, hiszen a Nők a Csúcson rekord kísérletre azt gondolom, hogy csúcs mennyiségű hölgy érkezett a dombhoz, és egy jó kis sétát ajánlottunk. Most azonban inkább valószínűleg az urak fogják fölkapni a fejüket arra, hogy új halálomány érkezett a Benkó Zoltán Szabadidő Központ tavába. Így aki pecázni szeretne, azt gondolom, most igazán sikeres és kellemes perceket tölthet majd ott. Én azonban elköszönök, és jövő héten újabb tippel, és persze újabb témaötletekkel jövök majd. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Teljes körű felújításon fog keresztül menni a Városháza épülete, mely során a műemlékvédelem és a korszerűsítés is nagy hangsúlyt kap majd. A munkálatok 1-2 héten belül elkezdődnek. Hamarosan újra használhatjuk a Szolnoki úti aluljárót. Bár a támfalépítés még zajlik, március végétől egy sávban megnyílik az út a kocsik előtt a Hunyadi város felé. 4 kecskeméti részesült magas állami kitüntetésekben március 15-e alkalmából tegnap Budapesten. A rangos elismeréseket Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, illetve Kásler Miklós miniszter adták át. Megsérült az egyik kecskeméti Gripen hétfőn a Bakonyi Harci Kiképző Központban. Az 59. Szent Györgyi Dezső repülőbázis vadász repülőgépeinek tartottak éles lövészetet, amelyet az eset után leállítottak. 1 millió forintot kapott kulturális célokra a Messzi István sportcsarnok a Genesis Events Kft-től szerda délelőtt. A rendezvény szervező cég 3 éve tart komoly érdeklődésnek örvendő programokat a sportcsarnokban. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!